Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön Star Wars Battlefront, a 2017-es év legkontroverzálisabb játéka, és annak is a DLC-ről fogunk most beszélni. Ki jött az első DLC? Hát igen, na, legalább nem kellett fizetni érte, az is valami, igaz? Na, nem baj, lootboxok még mindig benne vannak, de legalább már nem lehet őket megvásárolni, szóval az is valami. A játék nem sokat fejlődött, mondhatni, amióta kialakult a körülötte lévő botrány, leszámítva azt, hogy úgy néz ki, nem lesz benne mikrotranszakció, de a maga a lootbox szisztém az benne maradt. De nem is ez a lényeg, most szeretnénk beszélni egy kicsit az éppen most kijött DLC-ről, ahol Aiden verziónak a sztoria folytatódik című történet azért. Tehát úgy unkomplett az egész képlet, nekem úgy tetszik a Star Wars-nak, és a játék single playerjének a tartalma, és hogy hova alakul úgy a minőség, és a gameplay sem vészesen rossz. Bár egy kicsit monoton, de nem vészesen rossz, mivel hogy a történetre, én legalábbis a történetre fókuszálok. Nos, azért egy-két kérdés felmerül bennem, itt a izénél, tehát az eltelt egy jó pár év, és Aiden verziónak megszületett egy lánya, akit Z névre hallgat. Hát azért elég katonáson nevelte a lányát, azt kell, hogy mondjam, ugye úgy indul a történet, hogy az apja meghal, vagyis a férje Aiden verziónak meghal, megölik, és a többi. De az egy-két kérdés felmerül, például, hogy van nekik egy baszott nagy űrhajójuk, ki pénzeli ezt a baszott nagy űrhajót, akkor a másik kérdésem az, hogy miért kellett egy lányt adni Aiden verziónak, mert nem úgy értem, hogy miért kellett egy gyereket egyáltalán adni, nem lehetett volna ezt másképp is csinálni. Ezt a történet, ezt úgy érzem, hogy maga a gyerek téma ebben a DLC-ben csak arra szólt, hogy valamiféle érzelmi manipulációt érjenek el bennünk játékosokban, de mivel, hogy a anya-lánya kapcsolat annyira katonásra és érzelemmentesre sikerült, hogy így aztán igazából és sok értelmét nem láttam a lánynak benne. Beszélgessünk egy kicsit, hogy hol kötődik ez a történet a filmhez, és spoiler alert, beszélgessünk akkor egy kicsit a filmről is, mert hogy miért nem, mert hogy Star Wars mánia ki van törve, hogy szóval hogyan kötődik össze ez a játék, ez a DLC a filmmel, és aki látta a filmet, észrevehette, hogy a filmben van egy baszott nagy Dreadnought nevezetű űrhajó, az a rohadt nagy űrhajó, mivel üldözték a felkelőket egészen a nem tudom melyik bolygóig. És az szóval nagy Dreadnought egész film alatt ott volt, és hasznavehetetlen volt, és várjál, konkrétan a film elején egyetlen kis szaros űrhajó fogta, és ledarálta az összes ágyúját annak a baszott nagy űrhajóban, amiben nem volt egyetlen egy, tehát egy akkora technológiával rendelkező űrhajóban nem volt egyetlen egy olyan lézerpuska ágyú, ami precíziós technológiával rendelkezett volna, hogy eltaláljon egy kis űrhajót. Beach, please. Na és ugye ennek a DLC-nek az volt a lényege, hogy felfedték a végén, hogy létezik egy Terrorz, egy Dreadnought-ra, és ez kapcsolja össze a mostani filmmel ezt a játékot tulajdonképpen. De azért a filmben ez a Dreadnought, ami amúgy gondolom egy halálos bolygópusztító valami lett volna, konkrétan egy kalap szar nem volt. Szart nem ért, hogy őszinte legyek. Nos, ami mondjuk még így érdekes volt, és én nagyon szívesen vártam volna a filmtől, félértés ne esik, a film nekem tetszett, tetszik az irányom erre, ahova halad ez az egész, viszont a különbség a régi és a mostani két film között az volt, hogy a régi filmek lassabb tempóban haladtak, tehát megmagyaráztak dolgokat, és érthetőbbé tettek dolgokat. Viszont az új filmek, és ezt értem a legutóbbi kettőre, azok nagy tempókban haladnak, és úgy érzem, hogy úgy éreztem, hogy kihagytak lépéseket a filmből, és ezáltal elvárták azt, hogy az emberek megértsék, hogy miről is van szó valójában. Na most az igazság az, hogy a veterán Star Wars-ok, akik régi Star Wars rajongók, vagy látták a régi filmeket, látták az eddigi összes filmet, minden bizonnyal meg is értették, az apró célzásokat és észrevételeket a filmben meglátták, amit meg kell látni, és összerakták a képet, hogy mi miért történhet, mert attól még nem biztos, hogy úgy történik, de mi miért történhet. És
aki újonnan, új a Star Wars világába, de élvezni a Star Wars világát, nem biztos, hogy megérti azt, hogy mi történik, és miért történik az, ami történik a filmben. Na most, mert mind a két film, a mostani film egy hatalmas referencia volt a régi filmekre, és azoknak az eseményeire, továbbá egy új kezdetet indított el, ahol a Star Wars egy új ütemet vehet föl fiatal színészekkel, és kezdhetnek egy új történetszállat, amit végtelenségig húzhatnak. Szóval ezt láttam én az új filmet. Tetszett az új film, viszont hogyha egy új néző lennék, nem érteném, hogy mi van, csak annyit értenék, van a erő, annak van egy sötét, meg egy nem sötét oldala, egy oldala, és köveket lehet vele mozgatni, de viszont semmilyenféle magyarázatot nem adtak, mint például az első, másik, harmadik részben, ahol beszéltek a midi-gloriánokról, hogy a midi-gloriánok azok, amelyek összekapcsolnak téged, vagyis ők alkotják az erőt, és velük lehet manipulálni mindent. Tehát egy komplex magyarázatot adtak az erőre, és annak értelmére, és ugye át is tudták hozni egy kimutatható fizikai szinten a midi-gloriánok megnevezésével, hogy azok, amik így összekapcsolnak az erővel, a midi-gloriánok, azok maguk az erők tulajdonképpen. És ugye néztem volt még annó a Star Wars rajzszíveket, stb. Tehát, hogy sok minden így kiderült az univerzumról magáról, de viszont, ha most egy ilyen laikusként ülnék be, hogy Star Wars, nem sokat értenék belőle, hogy mit, miért és hogyan történik, de viszont minden bizonyan tudnám értékelni a fantasztikus karaktereket, amiket úgy megvalósítottak, legalábbis Kylo Ren szerintem nagyon jól játsza a szerepét, tulajdonképpen hallottam is, hogy a színész egy pillanatig nem akart kijönni a szerepből, szóval amikor nem volt forgatás, még akkor is benne volt a szerepbe igazából, hogy ne zökkenjen ki a szerepből. Na mindegy. Úgyhogy, ja, nagyjából ezt látom én a filmről. Azt hallottam, hogy sokan lehúzták a Star Wars-t, mint filmet, de úgy gondolom, hogy azért, mert azt várták, hogy az legyen, mint ami a régi, pedig a Disney teljes mértékben és láthatóan egy új történetszállat akar indítani, és nagyon-nagyon-nagyon gyorsan lezárni a régit, amivel nincs is semmi baj, és ezúttal körülbelül nagyon is tisztelem ebben az egészben azt, hogy rengeteg-rengeteg referenciával szolgáltak a régi Star Wars-okra, de nagyon igyekeztek lezárni azokat, és új történet alapra helyezni az egészet. Egy dolgot viszont nagyon sajnálok, és nagyon hiányoltam, és az pedig Luke Skywalkernek, és úgy általánosan a franchise-ban Luke Skywalker, a Skywalker családnak az erejét olyan hihetetlenül felmagasztalták, hogy ők mennyire erősek az erővel, hogy eddig sosem láthattunk rá igazi példát, ugye, aki látta a Rogue One-t, vagy Zsiván 1-es, szem magyarul így fordították, akkor minden bizony észrevettétek a végén Darth Vader-t, aki ugye Skywalker, észrevettétek, tehát azt hiszem az a 30 másodperc, ami a Rogue One-nak a végén volt Darth Vader-nél, az úristen, tehát az bemutatta igazán, hogy Darth Vader miért annyira tökös tulajdonképpen, tehát hogy ott a végén ledarálta egy 30 másodperc alatt egy kisebb hadsereget, az aztán nagyon durva volt, tehát ott kimutatkozott egy Sith lovagnak az ereje, tehát a Skywalkernek az ereje, mert ugye a legendák szerint ők azok, akik egyensúlyt képesek hozni az erőben, de ahhoz, hogy egyensúlyt tudj hozni az erőben, ahhoz tulajdonképpen meg kell járni mind a két oldalt, mint a sötétet, mint a világost is. Na mindegy, de ott Darth Vader, azt a kurva. Na és akkor most eljött ennek a filmnek az ideje, és ott volt Luke Skywalker, szembeállt, nem tudom, 6-7 darab AT-AT-vel is rátüzeltek mindent. Na mondom, öcsém, itt most az AT-AT-ig hullani fognak. Itt lesz egy akkora csata, és végre kimutatkozik a Skywalker családnak az igazi ereje és kapcsolata az erővel. És akkor mekkora jelenet volt, hogy miután elállt a tüzelés, Skywalker így fogja, kisétel, és így leporolja a vállát, mint hogyha mi se történt volna, ami a franc volt ott, és azt hittem most egyszer mindjárt itt az erővel felrobbanak az AT-AT-ig. Nem, erre elkezdett harcolni Kylo Rennel. Hát de izgalmas volt, nagyon erőltették túl a harcot, aztán kiderült, hogy Luke Skywalker tulajdonképpen ott mint egy szellem van, és konkrétan a galaxis másik felétől kivetítette magát úgy, hogy mindenki elhiggye, hogy ott van, és egy frankó fizikainak tűnő testet jelenített meg.
ez egy kicsit gyenge vég volt a Skywalker család számára, azt kell mondjam. Ettől többet vártam, hogy így megmutatkozzon az igazi erő. Persze, ne feledkezzünk meg arról, hogy a galaxis másik feléből kivetíteni magadat a galaxis valamelyik felébe, tehát egyik galaxis felébe a másikből kivetíteni magadat, és ott harcolni, és ott lenni ahhoz, az azért ott kell lenni az erővel a toppon minden bizonnyal, mert azért az nem kutya dolog. Eddig egyik ilyen Star Wars színben se láthattunk ilyet, hogy ilyesmit megcsinálnak. De valahol eltűnt a fénye ennek a képességnek, amikor Kylo Ren és Rey ugye összekapcsolódtak. Galaxis, tehát két galaxis egyik feléből is beszélgetni tudtak, akkor úgy, kicsit úgy tűnt, mintha egy ilyen képességet létrehozni, ilyen semmiség lenne, de igazából nem az. Na mindegy, szóval én, nekem tetszett a film, egy-két dolgot hiányoltam, de most mit tud csinálni, nem lesz tökéletes, és kíváncsian várom, hogy hova alakul valójában ez a történet. És ugyanez igaz, ha már itt tartunk, ugyanez igaz a Star Wars játékra is, bár úgy gondolom, hogy ez a Zay, vagyis ugye ahogy Aida Merzinek a lányát hívták Zay, ez egy kicsit erőltetett menet volt, és a különböző érzelmi stádiumai a anya és lánya között az nagyon gyenge és nagyon gagyi volt, úgy gondolom, és sajnálom, hogy Aiden verziót így kivonták a forgalomból a halálával, viszont ja, az egy kicsit elsajátom, mert nekem tetszett, hogy így róla szól az egész történet, és az a történet rész, ami róla szólt, az egy nagyon jó szemszögből bemutatta mind a sötét oldalt és a jó oldalt, és bemutatta azt, hogy a sötét oldalnál is emberek dolgoznak, című történet. Viszont kíváncsian várom, hogy hova alakul így Aiden verzió lányának a története, és remélem, hogy tényleg jobb fordulatokat fog venni a DLC, többi DLC, bár nem hiszem, hogy nagyon erőltetni fogják, hogy őszinte legyek. Nos, srácok, ez lett volna a Star Wars Battlefront 2 DLC és a Star Wars The Last Jedi értékelő féleség tőlem. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl. Vasárnaponként szoktam livestreamelni Twitch-en, további következő videóig. Sziasztok!